Utána tudjuk küldeni még ezt a pár ezret kicsit késéssel. Tehát, hogy elveszek még egy adag zsordost, az nem fog múlni. A helyzeti előnyünk van. Úgy látom, a hajunkra kenhettük ezt a helyzeti előnyt, mert éppen elég komoly veszteségeket szenvedünk. Komoly békét ajánlanak. Sima békét. Kurvára nem fogadok el, nekem kell ott most már az 500 arany, már csak izéből is. Fogjunk túl 5000 plusz embert. Katonáinkat újra összeszedjük. És ez 14000 ember a zsoldosokkal együtt, és ott a két kunsereg abszolút esélyük nincs arra, hogy ezt az álljanak egységessé. És nem hagyni, hogy összeálljanak egységessé. Jeruzsálemért indul keresztes hadjára. Az egyszer már sikerrel járt emlékeim szerint. Látszik vannak dolgok, amik soha nem változnak. Minden sajnos egyesülni fog a két kunsereg. Na és itt ez egy tökegál csata lesz. Reméljük, hogy megnyerjük. Átkelnek egy folyón. Sokat számít. Ugye sokkal a konkrét értsük azt, hogy egy ilyen 10-15%-ot veszít a hatékonyságuk. Ez egy szoros ütközel. Látom, hogy nyerünk. Ott maga a kán is ott van. És elég komoly vereséget szenvedtek. Eredjünk utánuk. Ezt a sereget is legyalóljuk, akkor minden rendben lesz, közben ők pedig visszafoglalják az itt megostromott területeket. Ne feledjük, azért ment le ennyire a war score, mert hatalmas bónusz jár egy idő után azért, hogyha nem szerezték meg, amiért elindították a háborút. Ezt hamarosan vissza fogják kapni. Meghalt a herceg, akit őrizkedtünk magunknál, ezért buktuk el most ezt a nagy adag pontot. Ez plusz 50%-ot, hiszen most meghalt, úgyhogy... Róla ennyit, viszont a király az most itt van ezen a seregen, és lehet, hogy megöljük, vagy megszerezzük magunknak. Próbálkozunk. Sajnos nem lettem szerény, pedig adott rá a játék egy lehetőséget most. Ezt itt lassan visszaszerzik, és akkor mindjárt utána küldöm ezt a 7000 embert. A seregnek annyi. Pápa továbbra is imád minket, nagyszerű. És meghaltam. Ami önmagában nem gond, de ez elintézni valókkal jár. És senki nem gondolta úgy, hogy fúj, szabaduljanak. Mert a más 93% rögött a war score, hogy ezt itt megszereztük. Na, kezdjük ott, hogy a lengyel királyságot itt durra megszerezhetnénk most. Nekünk van sima gyerekünk, aki olyan is, amilyennek lennie kell, majd neveljük mi magunk. Őt fogjuk javasolni egyelőre örökösünknek, aztán úgy is lehet, hogy megváltoztatjuk itt az örökösödési szabályt. Azáltal, hogy birodalmi státuszba emelkedik. Kedves kunyjaink itt mindjárt feladják, jó esetben. Van egy-két kiadandó terület. Én szerintem ezeknek a hülyék nem adoknak fogok adni, akik joguk van a trónra, az hülyeség lenne, de van pár ember, aki engem nagyon utál. Úgyhogy ők kapnak tőlem, te egyrészt kapsz tőlem egy trófságot, mert egyáltalán több van nehe, mint amennyit el tudnak viselni az embereim. 93%-a nem szeretnéd már feladni, nem? Hát akkor... De felfogod. Én sajnos most nem én vagyok a választott örökös egyelőre, ez amit dolgozom. Mást szavaznának meg, mindenkit én szeretnék, és nem Árpádházi. Sőt, nem is a gyerekem, ami ugye
Hát problémát jelent. Nem mondom, ezen majd dolgozunk. Ajaj, engem lehet, hogy itt megmerényelnek? Megöltek. Ez elég komoly probléma. Ez igen komoly probléma, most hirtelen hopp csak egy gróf vagyok. Még pedig egy 11 éves kis pöcs. Pont amikor már birodalmi álmokat szövegettem, ha nem 5 percig élek, akkor ebben lehetett is volna valami. Mi az enyém, nézzük meg. Mr. Human. Szerintem én adtam ezt a hülye nevet magamnak, a játék ennyire nem kreatív. Ezzel az a baj, hogy most nagyon kurva sürgősen vissza kéne magunkat kaptatni arra a trónra, hogy megszerezzük Lengyelországot, megcsináljuk a birodalmat, és utána ne legyenek ilyen örökösödési fasságokhoz, és ott fogalmam nincs arra, hogy hogyan legyen belőlem izé. Ő biztos, hogy nem izé, kineveljen minket, valaki, aki nem utál. És én nem nagyon van, aki nem utál minket. Unokkal elleni háborút is, akkor ők megnyerik, és nem nekem lesz az 500 aranyom. Ez rendkívül idegesítő. Arbitrarytől szabadítson, mert egy szar tulajdonság. És ez a Márton lenne a következő örökös, aki... Ez eléggé idegesítő, ami most itt történt velünk. Nagyon idegesítő. Random megöltek minket. Kiadnám az extra területeket, amikkel tudok itt valamit kezdeni. Jó, nem akartam Lord Major csinálni belőle, de ez van. De tudnám be csinálni köztársaságot egyébként, ami ijesztően sok pénzt hoz nekünk, de nem biztos, hogy meg akarom azt csinálni. Kik vannak itt? Hát ő volt a király, most éppen nem az. De adok neki egy kis sereget. Nem sereget, földet. Van még valaki, ami nem utálna minket, mint a szart, például ő. Akkor neki is adok egy darabot. Tancik, tessék, élvezkedj. Dupla Lord Majorunk van, ami nem biztos, hogy jó nekünk, de most ezzel megint nem nagyon tudok foglalkozni. Nagyon utálnak minket. Sorban azért, mert kicsi vagyok. Nem uralkodom régól. Hát ez egy kellemetlen fordulat. Külön kell elkezdeni ezt a háborút természetesen. Sajnos nem én fogom ennek learatni a gyümölcseit. 100% vége van, békét kötöttek. Most jön a kérdés, hogy mit csináljunk mi. Tesóim lehetnének izék. Nem, bocsánat. Ja. Lengyel királyságon kicsit érintettek, hogy kicsit ezt az uralkodó meg is tudja szerezni. Nagyon ez a Mártont javasolgatják. Igen, van ám örökölhető jogalapom a magyar trónra, de az nem probléma. Probléma inkább az, hogy hogy leszek én a magyar király. És erre igazából a válaszom egyelőre az, hogy gyűjtsük a pénzt. Vissza akarsz szedni tőlem Esztergomot, baszd meg. Ha ezért háborút indítok, akkor ezt elveszítem, ő bebörtönöz, és az nekünk szar. Viszont itt életében akarják a fiát örökösnek, hát el kell, hogy fogadjam, ugye Esztergom a legjobb hely, ó, és hát a német-római császár megszerezte magának a lengyel Jeruzsálem területeket. Igen, az itt a megoldás, hogy most várunk türelemmel. Megvárjuk, amíg kiterül a polgárháború, addigra jó esetben nem leszünk kisgyerekek, és elindítunk egyet mi magunk. Éppen, hogy mi legyünk a királyok. A király mi legyünk, nem, nincs több király. Nem tudom. Itt azért láthatjuk a Márton herceget elég durván trónra akarnia küldetni. Én most vagyok 12 éves, úgyhogy 4 évet kell várnom. Ezzel kezdhetjek valamit. A német-római herceget, birodalom hercegnőjét boldogan elveszem. Egyrészt, mert fantasztikusan néz ki. Nagyon nem. Mely elsősorban politikai okokból. Velence egész komoly területeket szakított ki magának Olaszországban. Még meghal körülöttünk, ami idegesítő.
olyat kinevezni, aki nem utál minket, mint a szar. Látod, elég komoly kihívást jelent jelen lesz szerint. Akit szabadon engedek, az ad nekem. Nem az, hogy nem fognak jobban szeretni. A féltestvéremet kell, hogy valaki nevelgesse, hát a nevelgesse ez a fazon, aki most utál minket, egy kicsit kevésbé fog minket utálni. Kunok... Mit támadtuk meg a kunokat, azt a büdös kurva? Azt a tökösséggel! Azt a kurva tökösséggel! Az kemény! Ezzel viszont legyalulja a saját seregét. Ami nekem jó. I'm craven. Nagyszerűen. Csodál, nézd, milyen csodálatos uralkodó. 0-0-2-3-0. Hát, Istenem. Csak fantasztikus uralkodó leszek. Szihetetlen. Minősíthetetlen. Szóval üssük meg azt a, érjük azt a 16 éves kort. Majd ezek után legyünk boldogok. Szerezzük vissza a magyar trónt. Szerezzük meg a lengyel trónt, és alapítsuk meg a birodalmat. És Piety terén nem állunk elég jól ezeket az utóbbiakhoz. Szeretnél a random kócsiémet hozzáadni valakihez, és én le is okéztem volna a játékod rá időt, de sem adott. Szóval várunk most türelemmel, amíg a magyarok egyébként megverik a kunokat, tehát ugye amitán legyilkoltuk a kunseregeket, végül is tök okos, hogy háborút indítottak ellenük. Most nem is volt ugye, de meghalt az Éva, akivel még békét közöttek, tök jó, nem volt probléma, vagy de mi is, akkor még tartott az háború, hogy indíthatta ezt el. És megnyertük, ha jól látom. Királyné már nem részletnek a frakcióknak. Hamarosan indítani fogunk egyet magunkért. És hát lesz elég arany. Mennyi arany a királynak? A királynak nincs semmi aranya. De akarsz szedni valamit tőlünk? Jól be tudnám börtözni, sajnos nem áll módunkban. Itt vannak benne ebbe a tervébe. Hárman is. Nem fogom hagyni, ezt elvegyék tőlem, van egy határ. És ez a király is benne valami szar. Szeretnék elvenni a cuccaim, azok a szemétládák. De igazából megtehetem, úgyis vissza fogom szerezni. És úgy zsoldosokkal fogom, nem a saját seregemmel. Ami igazából, hát csak szarna. Nekem van pénzem, a királynak nincs. Nagyszerű felnőttünk. Érdekel, hogy milyen minősíthetetek, hogy 0-3-4-4-0. És azonnal alapítsuk meg a... Én legyek a király frakció. Ugye meglátjuk, hogy lesz, aki belép. Így is alapból van negyed annyi emberünk, mint a királynak. Ezt hozzávág egy halom zsoldost, és már is sokkal boldogabb leszek. Hát ambíciómban rakjuk bele azt, hogy a, hát a diplomáciai képességeink ne legyenek már ilyen minősítetlen fosok. Kell egy új káplán, akit még el is küldök Rómád. Meglátjuk, lesz, aki beszáll. Nem nagyon érdeklődik senki a dolog iránt. Ilyen jó lenne, ha a királyunk így megdöglene, és akkor a következő valami polgárháborúba kerülne, és akkor utána beengednek minket. Ha lenne egy polgárháború, könnyebben tudnám a saját jogalapomat kinyomni, igazából ez a lényeg. Házas, hogy meg, gyerünk. Jó az. Akkor most a szövetségesünk? A német-római császár? Igen. Akkor szerintem ennyi aranyom a királynak. Hát van elég sok neki, most már gyűlik. Na jó, én azt gondolom, hogy random megtámadni a királyt, hogy még egy elég hülyeség lenne. Főleg, ha valaki szeretne minket, eléggé azért belépjen.
Például beli, ó. Újabb háború a kunok ellen. 7. kun invázió Ruténiára. Ruténiából ugye megint ez a helyzet, hogy van ez az egy területen, most visszaszereztünk. És most ők ezért indítottak háborút, de megszereztetnek minden mást is. Úgyhogy megvárom, amikor a magyar sereg, ez ilyen kockázatos játék, mert lehet, hogy a kunoknak adom ezzel a háborús győzelmet, de teszek rá. Nagyszerű, ott egy... Ha nyert is a magyar sereg, azért szenvedtek veszteségeket. És lesz ott még harc, én ettől nem félek. Igen, elég durva számokat tolnak ott egymásba. És egyébként a bolyan biztos, hogy ezt megnyerjük. Nagyszerű. Elbaszott rá egy csomó pénzt a királyunk? Vagy egy adagot. Akkor most jön el a pont, hogy már pedig én azt mondom, hogy én szeretnék lenni a király. Én meg a fasz a gyerek. És erre nem vagy hajlandó, úgyhogy mi háborút indítunk, és nem csak, hogy háborút indítunk, egyrészt behívunk mindenkit. Hát ugye a tesó, mint örökösöm, ebbe hajlandó lenne belépni. Nem mindenki fog, sőt legtöbben nem fognak. De megér, hogy nekem mindenki beszálljon. Én beszállok a ő háborújába is, amit ha bármit segítenék neki, őt is meg kell szálljon az enyémbe majd. Nagyja nem fog beszállni, mint láthatjuk, de egy próbált megér. És ha már itt van a kedves szövetségesünk. Nem hajlandó, basszus. Az kellemetlen, és nézd, milyen zsoldosokat tudnánk felbérelni. Őt fizetné érte, aki nem, és ez mi csak 10 arány lenne. Kicsit óvatosan kell bánnunk az anyagiakkal, ezt ne feledjük. Őket keresek, nem kérünk nagyon sok per hó. Itt összeszedtünk egy, hát egy 13 000 fős sereget. És van, aki bejött, de nem mindenki. És elég sok ilyen kis felugró ablakunk lesz. Kezdjük Esztergommal. Nagyja nem hajlandó csatlakozni, mint láthattuk sajnos. Tesónk, mint egy jelenleg örökösünk, depressziós, de itt van. Mondtam, még az örökösünk, ne feledjük. Őt is adjuk hozzá, akinek ez a német-római császárságban. Miért ne tennék? Itt egy szövetségesünk, itt egy 16 000-es sereg. Ezt 402-t kapnánk ez a random emberért, boldogan. Ugye ezek a random kereskedők csak így tudnak normális minőségi házasságot szerezni. Tehát ha most hajlandók lennének belépni. Mondjuk ezt a sebességet 5-ösről azt mondom. Pedig egész jól állom. De eddig nem harcoltunk érdemben belőlük, ezt is tegyük hozzá. Eddig nem próbáltam behívni, nem tudom miért van még itt az ablakon, hogy gyakorlatilag nem lehet behívni már őket. És nekünk őt sem tudom, mert már próbálkoztunk az elmúlt 5 évben. Mindjárt a nagy tapolcsányi csatát fogja el. De hogyha mégis szerezzük a trónt, nehéz azt megtartani, mert továbbra sem népszerűek, és nem is leszünk, amilyen forsuralkodók vagyunk. Hát láttátok a statisztikáimat. Hozunk itt az élesztőségeket, ami nem rossz. De hogy áll a királynak egy másik háborúja? Kunokán egyelőre vezet. Látjuk meddig és mennyire. Ezt mondom, ez a... Abból a szempontból nem biztos, hogy optimális ez a háború, hogy ugye a kunoknak a kezébe adhat egyes területeket, amiket mondjuk most vettünk el tőlük pont, de hát... Ez az én nagy lehetőségem, hogy visszaszerezzem a trónt, ami engem illet.
felgyorsítjuk az időt, amit elfoglalja az ezeket. Itt kéne nevelni. Másik tesómat. Mindig nincs normális örökösöm. Valaki üzent nekem Skype-on, milyen kedvesek. Ismét. Ezt lehet hamarosan meglesem, hogy ez micsoda. Úgyis eléggé hosszúra nyúlt ez a rész, szerintem ez egy két epizódnyi anyag is, amit itt látunk. Natália, ő lesz az örökösünk, hát nem Natália lesz a neve, az biztos, hogy miért elnevezheti megint az embereket, hanem Tálcácska, és ne kérdezzétek, hogy miért. Igazából én sem tudom. Itt egy kunsereg az ország területében, és Sanda nyom, hogy nem alakul jól az háború, mint hittük egy 8000-es kunsereg, bazd meg. Jó van. Ezt kiiktattak a magyar sereget, az biztos, ami itt jött felé. Hát a kunokadokat a területeket vissza fogják kapni. Ami egyszerre jó nekem, az azt jelenti, hogy a magyar király nem fog tudni hozzánk, nem áll rendelkezésükre sereg, amit hozzánk vághatnánk, de egyébként még nem feltétlenül jó más szempontból. A területet megszerezik, aztán megálltjuk abba új ostromát, remélhetőleg. Türelem. Türelem, türelem. Főkémünk is meghalt. Na, a bolgostomát megyünk megállítani. Plusz egy diplomáciai képesség, amikor konkrétan meg se jelent, annyi mínuszunk van. Megöltünk valakit, újabb házasság, oké. Okay. Vettek egy halom zsoldost. Ezek ugye a zsoldost, amint megveszed, akkor még nulla morálja van. Hoppá, speaking of which, alig van pénze. Ez nem egy olyan háború, amit a pápa támogatni fog minket, így aztán nekem mondjak, hogy 8000 zsoldosomról. Nagyon hamar. Én őt lemondanék róla, hogy szeretném ezt ott megtenni, ahol mi értelme is lenne, tehát... miért azt megtenném? Meg fogok hossomolni egy helyet velük. Egyrészt ez ad nekem egy kis pénzt. Másrészt ugye lassítja a pénz kifolyását. Megnöveli a war score, tehát hogy jobb idézőjelben pazarlom az embereimet. És figyelem a havi pénzügyi helyzetet. 67%-kal nem fogja feladni élővel. Smolensk is megérkezett, de ők nem részesei ennek a háborúnak. Igen, a kunok szerintem itt ezt megnyerték, bár nem ő benne biztos. Harcolnak velem. Moldáv... Turnu. Moldáv... ostrom, vagy ebben Smolensk miért van benne? Nem, ez Smolensk része a kunoknak. Oké, visszafogantam. Ilyen jelű kérdés, most már értem. Akkor bizony el kell válni az orvosainktól. Mennyibe nem is elég konkrétan az ostromra. Megint pénzt fogunk gyűjteni, illetve erőt próbálunk összeszedni a annak reményében, hogy újabb területeket támadjunk meg, vagy ostromoljunk meg, ez a helyes kifejezés. De a vast. Igen, ez egy szoros küzdelem, mint láthatjuk, mert nem tudom megfizetni a továbbiakban a zsoldosokat. 7700, ezek zsoldosok, és amíg nincs morájuk, addig van szanszunk arra, hogy elkapjuk őket. Ezt most nem csinálok ki, ez hülye ötlet, mert már készen áll. Na hát az a zsoldos hadsereg lehet, hogy kiiktatja az én nagy reményeimet. Állásodjék össze, továbbra se szeretnél csatlakozni? Akkor azon fogunk próbálkozni közben. Burgundi. Oké. Okay.
Azzal fogom próbálkozni, ez a 69 éves faszkalap, ez halljon meg. Jöhet Attila herceg, aki talán megint polgárháborús dolgokkal fog ügyködni. Próbáljuk meg őt megmerényelni, van-e vajon egy ember, akiből beszáll? Hát kurva lencsének képbe beszáll. És szomorú. De majd próbálkozunk a dologgal később. Ne ugorj le! Megragadlak, visszahúzlak. Rossz egy diplomáciai készsége, még mindig kurva szar. Kérem, ne értsük egymást, az a 7000-es sereg szerencsére nem velem foglalkozik, hanem úgy látszik a, hát a megszámlálhatatlan egyéb háborúval, amivel a magyar király jelenleg szenved. Káplálunk is meghalt. Igen, 700 aranya, azt értékelném, ha nekem adná oda. Igen, hát igen, a moldáv cucc, amivel őt küzd. Örülök egyelőre, azzal foglalkozik és nem velem. Mindenki meghal itt. Mi van? Nagy sereg nem tér vissza, addig jó. A dán király nem akarna beszállni? Nem fog. Ez a 7000-es sereg sajnos, az most visszatért. Jobb házasság jött a pomerán, aki most már katolikus. És most te esetleg beszállnál a háborúba. És te be fogsz szállni. Nagyszerű. Nem vagy túl erős, de... Hát ugye múltkor már segbe rúgtunk, még mi voltunk a magyar királyok. De te legalább ugye, jól válsz a dologhoz, és beszállsz. 83%, ami 85%, add már fel, nem fogja ott egy 7000-es sereg, amivel jelenáll, ezt én nem bírok el. Nagy mennyiségű arany ajándékra lenne szükségem, és akkor minden szép és jó lenne. Mit tudtok hozzánk csapni? Katonát? De 2700, az se elég. Azt kéne, hogy valami okostóni belépjen a háborúba. Amire akkor lesz esélyünk, mondom, hogyha meghal ez a 70 éves faszfej, mert a következő generáció kis képviselőjét nem biztos, hogy annyira fogja szeretni ez a két uralkodó, aki eddig nekem nem volt hajlandó segíteni. És nem tudom felgyorsítani, ha állt ennek a hülyének, nem, de jól akkor az előbb-utóbb megtörténik magától is. Jajjaj, nem akartam azon a 4000-es sereggel, mert minden sős megtettem. A seregtől szabaduljunk meg már, ami még van belőle. Olyan, túl gyorsan történik az események az ízlésemnek. Ez a sereg egyelőre álljon le. És továbbra is, hát én mondom, a jelenlás szerint simán nem nyernénk, de az eltart itt egy darabig, amíg itt megocsomogatja a dolgokat. Ó, ez tudd mi? Aha! Hát nem kellett van félnem, mert ez egy holy order, akik csak pogányokkal használják, és ez a 4000-es sereg is elég egyelőre, hogy megerőszakolja minket. Már is tűntek. Na, majd később. Foglalkozunk velük. Szóval lesz elég pénzünk egy aránylag elfogadható zsoldos hadseregre, akkor még itt rendben is lennek. Vagy az, vagy a pomeránok, akik beszálltak, hogy valaki vagy meghal és más beszáll, vannak lehetőségeink, de egyelőre sem várnunk kell, amíg itt lassan lecsorog a Warscore rossz irányba. Na, gyerünk. Kancellárunk megint nincs. A technológiai fejlődésre ne fejlődjük, elvesztettük a fővárosunk, ahol ezek igazából vannak. És ha felpakolok egy halom cuccot, ez annyi. De magában nem ér sokat. Szóval azt tudom csinálni, mondjuk, hogy a kancellárommal megpróbáljuk a német-római császárt rávenni, szeressen minket egy kicsit jobban. Akkor talán beszáll a... Nem is most, a következő király életében. Mert a hülye meghalna... Halljál már meg! 70 éves vagy, olyan kurva nehéz. Ó, van egy fiúgyerekünk, akinek szintén adhatunk barom nevet. Ha Pongrácot, akkor lesz itt a Bogrács. Szerintem ez tökéletesen logikus, és adja magát. Elkezdjük elveszíteni mindazt, amit megszereztünk. Hajj már, melyik egy tálcácskának kell valaki, aki nevelgeti.
Valaki segítsen rajtunk. Ti elvileg beszálltatok, az ott itt van a 700 emberetek, az nem egy különösebben nagy segítség. Tudjuk kiátkoztatni ezt a hülyét? Nem, mert sajnos nagyon szeretnék, hát mondjuk ilyen Pajosz és rengeteget harcolt pogányokkal, és 3700 Pajotia van, te jó ég! Ennek a fazonnak nagyon kurvára meg kéne halnia. Nem illan, de egyébként egy rossz király, csak hát helyettem van ott. Feleségem megint terhes. És beleszerettem. Nagy szó. Ó, terhes, hogy imádlak. Egyetlen még mondom momentán, hogy meghalad a 70 éves pöcs. Vagy az, hogy összegyűlik elég aranyunk. És akkor... Én neked is random neved lesz, nem Euréka, hanem Heuréka. Sárbogár Violán, ha látná, hogy elfoglalták a helyét, akkor sírna. Na és akkor most jön a csúnya pont, amikor el fogjuk veszíteni az összes warscore-unkat. Nem tudunk már várni. Csak olcsó zsoldos hadsereget kéne keresnem. Ők a legolcsóbbak 3500. 50 is tudom tartani, úgyhogy igen, ezzel fogunk próbálkozni. Szedjük össze, amink akink van. Egy utolsó utáni próbálkozásra. Vagy elveszítjük ezt az utolsó helyet fehérben, és le fog zuhanni a warscore, ugye, a korábbiakban már tagolt okokból. Technikailag elég nehéz a sereg, hogy ezt kinyírja, de ez gyakorlatilag is így fog alakulni, az egy másik kérdés. Ha meghalna ez a király, akkor más lenne a pálya. Ó, és meghalt! Ez már Attila! Nagyszerű! Azt jelenti, hogy talán be tudom hívni most már a császárt. Nem. Mert ők fasz. Talán a dánokat, nem a dánokat, nem tudom idő miatt behívni. Mert tudom, hogy császárni, és ezt az embert is szereti. A szarizlésére hagyjam meg. És egyesítettük 6000-es erőinket. Csak remélni tudom, hogy ez elég lesz, hogy ezeket itt kinyírjuk. Mert most csönd az erősítés. Úgyhogy nagy valószínűséggel nem lesz az. Sorosok ide, és úristen! Hú, ezt a sereget nagyon gyorsan le kell vadászni, amíg még ez a hatalmas hadiszerencse kitart. Nem hagyhatjuk, hogy a morájuk helyreálljon. Csaták adtak nekünk egy-két elég tisztességes warscore-t, és van a pomerának is tisztességes seregeket vágnak hozzánk. Biztos van rendes nevük, és akik azok azt tudják, azok most nagyon idegesek, hogy pomeránoknak hívom őket, elnézést kérek. Nagyszerű, ezt a sereget mi itt elpusztítjuk. És ezzel valószínűleg meg fogjuk nyerni, előbb vagy utóbb ezt a kurva polgárháborút. Mert én nem tudom behívni. Egy egész tisztességes magyar királysághoz fogunk még visszaszerezni magunknak jó esetben. És levertük a sereget. De jó. Egy darabig tudjuk is finanszírozni a zsoldosokat. Ami isteni. Na, újra próbálok összeszedni egy csapatot, menjünk szépen oda. Állj! Behívták a dánokat ellenünk! Az de szép. Velence most nem lett szövetségesünk, hirtelen nem. A dánok most konkrétan ellenünk vannak. Ami hát szopás. Ennyit arra, hogy mi ezt könnyen megnyerjük most már. Sima békét köthetnék.
De nekem kell a királyság. Akajom. Valaki hajlandó lenne itt becsatlakozni? Most már nem tűnik új. És igen, a dánok itt egy 2500-as sereggel kínáltak meg minket. Ami irritáló. Azt itt egy 6000-es sereg fog minket megtámadni, ez szintén irritáló. Ezt valószínűleg el fogjuk most veszíteni. Igen. Hoppá, sziasztok kunok! Pont rátok volt szükségünk. Most éppen miért háborúztok? Lengyelországért. Megint egy szokásos ilyen inváziós cucc. Hát ott egy jó nagy magyar sereg, amivel így szerencsére nem kell megküzdenem. Itt is amely 6000 emberük még mindig. Szóval eléggé kegyetlen és kellemetlen háború. A kunok szerencsére vagy szerencsétlenségünkre most viszont hát ki fogják nyírni a magyar seregeket. Már ezt korábban jó párszor elmagyaráztam, ez egyszerre jó és rossz nekem. De azt mondom, minden folytassuk legközelebb, mert ez már eléggé húzós. És egy gyors kérdés, az angol király mi a fasz keres Anglia a Német-Római Birodalomban? Ezen a kérdésen tessék gondolkodni, innen folytatjuk legközelebb.